Nagy tisztelettel köszöntöm a Kapos Televízió és a Kapos.hu nézőit, Kaposvári Városi Sportcsarnokból, ahol a Kaposvári KK a debreceni Deac gárdáját látja vendégül a férfi kosárlabda NB1 hetedik fordulójában, és már is az első kosár Kaposvári részről születik. Erlei Roland talált be, gyorsan fussunk végig a két kezdő csapaton, a vendégeknél kettessel irányító poszton Jamal Jones, 11-essel a Szegedről megismert Iván Lilov, 10-essel Molnár András, 13-assal Farkas Attila, 32-essel pedig Gerald Armwood, a miénknél pedig az egész szezonban eddig jól megszokott kezdőötös Chris Dunn, Mo Evans, Tomislav Ivosev, Henlein Roland, illetve Marco Spica, és Armwood talál be egy hátradőlős tempóval, ezzel 2-2 az állás. Evans, Dan, Ivosev és Farkas lopja el a labdát. A debreceni csapat ugye újonc az élvonalban. Jones emeli rá a triplát. De egyelőre nyugodtan mondhatjuk, hogy az idei szereplésük az koráncsem olyan, mint egy újoncé. Közben Handlein újabb szép találata, ezzel 4-2, nem rendeződött vissza a vendégek védekezése. Így aztán megszületett a második Handlein kosár is. Szóval a debreceni alakulat eddig az élvonalban ugye 6 mérkőzést játszott, és 3-3-as mérleggel állnak, amely kifejezetten jónak számít, így a 9. helyen tanyáznak. Ivosev rálépett a vonalra, de ez nem számít, mert kimaradt a dobás. Jones, 3 játékvezetővel még adós vagyok, közben szép összjáték után Jones szerez kosarat, szóval Bencúr Tamás, Török Róbert, illetve Radnóti Miklós fújja a sípot a mai összecsapáson. Handlein üresen maradt távolról, de ez nem jó dobás. Ugye sokan mondták, hogy a debreceni alakulatot adott esetben a palánk alatt lehetne megverni, közben futtából dob egy hármast a rutinos Molnár András, ezzel 4-7. Molnárt nem kell azt hiszem bemutatni senkinek, 2001 óta játszik az élvonalban, szülővárosában Szegeden kezdett kosárlabdázni, de később játszott a MAFC-nál, sőt Debrecenben is még az egykori vadkakasoknál, közben Armwood oszt ki egy nagy sapkát, Handlein, és dobhat kettőt majd Handlein. Visszatérve Molnára, Szolnokkal például bajnok is volt, ezt a hosszú évekig játszott Sopronban, végül tavaly a B csoport, akkor még B csoportos Deachoz igazolt Szegedről. Handlein újabb pontja, ezzel 5-7. Egyelőre csak a kaposvári kapitány talált be. A Debrecen, ahogy már mondtam, 3-3-as mérleggel áll, ez pedig ugye miénk lesz. Hazai pályán kezdte a bajnokságot, és szegediektől kikaptak 22 ponttal, de ezt követően megverték simán az atomerőmű együttesét, majd verték otthon a Jászberényt is, illetve már van egy idegenből egy győzelmük is, a MAFC gárdáját verték meg, már fővárosban, ugye miénk még oroszlányban kosárlabdáztak a MAFC ellen Spica, beszédül a dobása, 7-7. A legutóbbi fordulóban elvesztett ugye a veretlenségét a KKK. Azt gondolom, hogy nem meglepetés, hogy a Falkó otthonában vereséget szenvedtek a miénk. A Debrecen pedig hazai pályán kapott ki 40-nel a Körmentől. Azt hiszem, mondhatjuk erre is, hogy nincs ennyi valószínűleg a két csapat között. Azon a meccsen nem igazán jött össze semmi a Debrecennek. Lilov, Armwood, nem klasszikus center, Gerald Armwood, inkább középtávolról és távolról próbálkozik rengeteget. Spica óriási labdája, de Ivosev kihagyja az ittszert. Ezért is mondtam azt, amit már említettem, hogy a palánk alatt azért keresni valója miénknek, hogy Armwood sem klasszikus magas ember, Farkas is azért tudjuk, hogy inkább távolról dolgozik, és védekezésben is azért magassága megvan, de azért erőben talán nem van keresni való. Farkas és Strám is cáfa rögtön, mert közelről újabb elzárás, leválás, 7-9. Egyelőre egyszerű játékok.
Berényi Sándor alakulatánál. Kettő ponttal vezetnek. Hendley. Spica. Nem maradt rajta senki, de kimarad a dobás. Ivasev viszont leszedi a lepattanót. Molnár pedig faltolja. Az első személyi bája Molnár Andrásnak, a csapat kapitánya egyébként Molnár. Hendley teljesen üresen marad. Hát alapvonali bedobásból ritkán születik ilyen kosár az élvonalban. Most elaludtak a vendégek. Hendley már hetedik pontját szerezte. Molnár megint ugyanonnan, előbb már bedobta, ez most viszont rövid. De nem véletlenül tapsol a vendég kispada, játék jó volt, a befejezés már nem annyira. Ez pedig újabb személyébe, a Farkas most két ponttal mentette meg ezzel a falttal a csapatát. Stelt ház egyébként a városi sportcsarnokban a debreceni alakulat ellen. Nem véletlenül, hiszen a KKK eddig ugye a bajnokságban 4-1-es mérleggel áll, hazai pályán 2-0-val, Evans, most hosszú, Hendley kezéből pedig kijön a labda. Jones, Armwood, az így falt. Ugye nyáron volt változás szabályokban, nem jelentős a kosárlabdában, például ez a mostani jelenet, ez lehet, hogy még lépéshiba lett volna korábban, most viszont ezt már engedik a játékvezetők, hogy ilyen helyzetekben tulajdonképpen van egy olyan lépés, amit megtehet a játékos. Ugye a másik változás az ugye azt érinti, ez a technikai hibák és a sportszerűtlen hibák megítélése. Ugye minden olyan szabálytalanság sportszerűtlennek számít, amely nem a labdára irányul majd. Tehát ez a eddig úgy nevezett taktikai faltok, itt a félpályán beütve, azok mind-mind sportszerűtlen hiba innentől, és ugye a plusz változás még annyi, hogy most már elegendő akár egy sportszerűtlen és egy technikai a kiállításhoz. Armwood újabb blokkja, őnek egyébként közel 2-es blokkátlaga van, hát ezt már most hozza. Két sapkája van Gerald Armwoodnak, aki 34 perc alatt 19.10 lepattanó, ahogy már mondtam, majdnem 2 blokk az átlaga. És ami még extra nála, hogy 58%-kal dobja a triplákat, ezért is mondtam, hogy ő nem klasszikus magas ember. Lilov, Farkas, Evans nagyon jól vérekezik, de aztán jön megint Armwood, 9-12. Hendlein. Spica. Ivasev, most nem megy tovább a passz Ivasevnek, nagyon rossz a dobás, egyre távolról nem nagyon sülnek a kaposvári kezek. Farkas, Molnár kérte volna vissza, az viszont egy rossz passz így. Evans hozza el, Dunn, végigviszi Dunn, és egy újabb szerelés, megint Armwoodtól, már a harmadik blokkja Gerald Armwoodnak. Ez igazán impresszív mutató, nyugodtan mondhatjuk így alig 6 perc alatt, közben Farkas jön le, és 41-essel Lajsz Gergely a pályán. Csere magas embere a vendégeknek, korábban Nyíregyházán kosárlabdázott az élvonalban, emlékeztetünk talán rá. Lilov. Armwood. Jones. Lajsz elindul befelé, Molnár segíti ki, de nagyon rossz a dobás. Spica érkezett szemből, aztán már a túloldalon robog, de pontatlan volt az átadás. Hát egyelőre akadozik a KKK gépezete. A két csapat egyébként eddig 54 alkalommal találkozott az élvonalban, és 40 kaposvári siker született, 14 debreceni, és ennél érdekesebb a kaposvári mérkőzéseken a mutató. 26, közben Ivasev szabálytalankodik, 28-szor játszott egymással Kaposváron, kaposvári és debreceni alakulat. Ugye itt azért meg kell különböztetni a különböző debreceni csapatokat, hiszen volt korábban debreceni Vadkakasok, vagy a Deke együttese, ezek nem jogelődjei a Deacnak, de minden esetre debreceni csapata 28-szor játszottunk Kaposváron, és mindössze két alkalommal tudott nyerni itt
Somogyi megye székhelyen a vendég együttes, közben Lilov találata, ezzel már 5 pont a vendégelőny. Egyelőre továbbra is tart a nem túl pörgős kezdés a miénk részéről, most pedig egy újabb szabálytalanság. Hát a palánk alatti játékot egyelőre próbáljuk erőltetni, de a vendégek rendszerint megakadályozzák ezt. Olyan faltokkal, olyan egyenbelül a kosár, és most a negyedik személybájuk volt. Tehát innentől dobás járna ezért, Dán nem tudja bedobni a labdát. Utolsó pillanatban Handleynek, Dán, Evans, az senkinek nem jó. Becsapdáztak itt Molnár és Jones, és jött az eladott labda. Tovább nőhet a vendégelőny, Lilov elvárja nagyon messziről, de rövid a dobás. Lilov tavaly, ez pedig szabálytalanság, és így ez 2 dobás, ahogy már mondtam. Most felesleges volt Lilovtól. Evans dobhat tehát 2-t. És 2-s mindkét oldalon csere pontosabban. A vendégeknél érkezett 33-assal Velkei, aki korábban Zalaegerszegen kosárlabdázott, illetve jött most 15-össel az a Baki Gergely, aki eddig még nem játszott a idei szezonban, ugye egy szemsérülést szenvedett még az Alba-Fehérvár elleni edzőmérkőzésen. És hát az olyan súlyosnak bizonyult, hogy igazából még jelen helyzetben sem egészséges, és az edzés munkába is csak néhány hete tudott csak csatlakozni. De most már pályára lép, még mindig zavarja a szemét bizonyos helyzetekben. 2-s látása van Baki Gergelynek. De nagyon nagy szüksége van a csapatnak rá, hiszen a pad egyelőre, ugye az idei szezonban láttuk, hogy nagyon kevés játékpercet tudott segíteni. Újabb szabálytalanság, Lajsz az elkövető. Ez már a 6. debreceni falt, újabb büntetők jöhetnek tehát. Ugye ahogy mondtam, eddig 2 alkalommal nyert a Debrecen Kaposváron. Legutóbb 2011-ben egy alsóházi, egyébként már tét nélküli mérkőzésen. Azt megelőzően pedig még a 2003-2004-es idényben, tehát 13 évvel ezelőtt nyertek itt Kaposváron 1 ponttal. És annak az idény végén ugye tudjuk, hogy a miénk bajnokok lettek, sőt az elődöntőben éppen a Debrecent sikerült kivernünk, méghozzá pálya hátrányból egy 5. mérkőzésen Debrecenben aratott 2 pontos győzelemmel. De hát ennyit a régi összecsapásokról, Spicának helyén mindkét büntetője. Velkei. Szépen tört be Velkei, és a dobása jó is. 12-16. Velkei is tavaly már Debrecenben játszott évközben, ott hagyta Zetét, és a több játék lehetőség miatt érkezett Debrecenbe, és úgy tűnik, hogy jó döntést is hozott. Ivosev, nagyon nehezen talált társat, aztán Evans, egyelőre nem mennek a dobásai Mo Evansnek. Jones, Lilov, Harmwood tudja elütni, de aztán Evansnél köt ki, Dunn. Végig viszi Dunn és be is dobja. 14-16. Jones. Leosztás. Velkei marad üresen. Nem jó, és Baki vissza tudja húzni a labdát. Dunn pedig már robog a túloldalon. Evans, na azt kéne most bedobni Mo Evansnek, ez is hosszú, a 3. triplája, amely ugyanúgy hosszúnak bizonyul. Harmwood, és kimarad ez is. Terényi Sándor reklamál faltot előző debreceni akciónál is, és most is, már zsűri asztalnál, Dr. Páli Kálmán ellenőrnél. Dunn. Baki, nem jó passz, vagy legalábbis meglepte Baki Gergőt.
Visszajön Handlein, Spicát váltja. Túloldalon pedig Molnár jön vissza, illetve először a pályán 22-essel Kósa Tamás. Őnek is van már élvonalbeli tapasztalata, 4 évig játszott Nyíregyházán. Nem sikerült át kiegyenlíteni. Velkei. Megnézi a gyűrűt Velkei, de aztán az úgy nagyon-nagyon nehéz dobás, hát nem is lett túl jó. Még támadhatja még a negyedet a KKK, már de csak 5 másodperc, Dan. 3 másodperc, Dan végigviszi, és falttal együtt. 16-16, és még dobhat egyet. Chris Dan 1,4 másodperccel negyed vége előtt. És bent a plusz 1 is, 17-16. Na nézzük még 1 másodperc. Jones eldobja, de ez már nem jó. Így aztán tulajdonképpen azok után, hogy a Debrecen majd, hogy nem végigvezetett a negyedben, a miénk egy pontos előnyben várhatják a második játékrészt. Hét-16-os állásra folytatódik a KKK Deac mérkőzés. A vendégek most abszolút alacsony felállásban, ugye Jones mellett Velkei, Molnár és Kósa is a pályán, tulajdonképpen Armwood az egyetlen magas. Most pedig eltakarítja Bakit, és aztán betalál Armwood, 17-18. Miénknél Ivasev játszik most tulajdonképpen 5-ös poszton, ahogy nézem. Handlein kéri a palánk alatt, hiszen ott maradt Kósával. Armwood jön besegíteni, és ott a negyedik blokkja Gerald Armwoodnak. Jó rugói vannak, szó se róla, de hogyha talán egy-egy dobócsellel sikerülne elugrasztani Armwoodot. Dan, nagyon rövid a dobás. Továbbra sincs Somogyi tripla. Armwood. Handlein piszkált a labdába. Armwood. Molnár Velkei dobja az újabb triplát. Ez sem jó most. Evans hozhatja a labdát. Dan. Ivasevet nézte meg, hogy be lehet-e játszani neki a labdát. Most igen. Kósa pedig szabálytalankodik. Hát ez ugyanazt, mint az első negyedben láthatjuk. Tulajdonképpen a 4 faltig elmegy a Debrecen. Magas posztoknál megakadályozzák a bejátszásokat, utána kellene igazából jobban odafigyelnünk, hiszen akkor már csak üntető árán tehetik ezt meg. Baki elindul Velkei mellett, Evans, 4 másodperc, Dan el kell dobni, és 3 másodpercet fújnak, hiszen talán Ivosev és Handlein is bennmaradt a palánk alatt. Addig járattuk a labdát, ugye már mentek volna a lepattanóra. Jones. Velkei. Kósa. Elindul Kósa. Dan védekezett csodálatosan vele szemben. Evans pedig újabb lepattanót szed. Bo Evans egyelőre pontokkal adós. A mezőny munkával igyekszik ezt javítani. Baki. Nem jó. Ez sem jó tehát, pedig ez most üres helyzet volt, de első dobása Baki Gergőnek tegyük hozzá. Az pedig egy eladott labda a túloldalon. Újabb cserék. Miénknél visszajött Spica Baki helyett, a vendégeknél pedig Lilov és jól látom Farkas újra a pályán. Evans.
Na most ott, tehát az ígyszer és bent van ráadásul Falttal együtt. Ott maradt Farkassal, Mo Evans azonnal el is indult. Farkas pedig fölöslegesen nyúlt oda. Ráadásul ez a harmadik személyhibája Farkas Attilának. Ő rutinos játékosok közé tartozik abszolút a debreceni keretben. Bent a plusz egy is közben. Farkas korábban ugye játszott Nyíregyházán, Fehérváron, Zalbában, Pakson, Körmenden, és ő is már tavaly a B csoportban Debrecenben játszott, tehát egyértelmű, hogy a Deac az ugye már tavaly is az élvonalra készült, hiszen rengeteg volt debreceni játékost, vagy pontosabban rengeteg volt a csoportos játékost igazoltak Debrecenbe. Ugye Molnár, Farkas is odament, Velkei is érkezett évközben. Ivosev helyett pedig először mai meccsen hatossal Pogg Gergő a pályán. Eddig az idén során nyugodtan mondhatjuk, hogy a kellemes meglepetés a fiatal hátvéd, mindössze 18 esztendős hátvéd. Rendre plusz energiákat tudott hozni a kispadról, Farkas adja ki a büntetőt. Már jelezte a debreceni kispadnak, hogy le kéne őt cserélni, ugye három faltja van. Hogy kiadja mindkét büntetőt, így aztán nem lehet egyelőre lecserélni. Dan. Spica kérné bent a labdát, most jut el hozzá a labda. Hopp! Nem jó a tripla. Továbbra sincs kaposvári hármas, ez pedig azért komoly hátrány. Hiszen ezek bemennének, ott nagyon-nagyon más lenne a mérkőzés képe, viszont közben egy újabb eladott debreceni labda, ez már a sokadik volt nekik is. Dan. Bok. Henlein. Lilov dobta föl magát. Dan. Evans közelebb viszi, és ez sem megy be, de az viszont Jonesról megy ki. Nem volt buta döntés Evans-től, mert ugye a triplái nem ültek, hogy közelebb viszi. Fontosan reklamálnak a vendégek egyébként, hogy most egy lökést, egyébként valóban így volt. Én is úgy láttam, hogy Spica azért lökött, bár ő megmutatja, hogy tépték a mezét. Végül nem fújtak semmit a játékvezetők. Bok kapott nagyon csínybe labdát. Aztán végül megmenti Evans. 3 másodperc, eladott labda a vége. Velkei. Visszajön majd Armwood a vendégeknél, Farkas. Velkei, jó passz Kósának. Lilov, Velkei. Nagyon kiátszották a debreceniek, csak a végén egy rossz dobás. Oly, de nagy labda Dántól. Spica lophat 2 büntetőt. Kósa volt szabálytalan. Ez a harmadik debreceni falta játék részben. Kósa helyett érkezik vissza Armwood. Egyelőre 4 óriási blokk neve mögött, és hát a támadó oldalon is hatékony Armwood. És valóban nem az a klasszikus center, aki háttal a palánknak dolgozik, hanem inkább lendületből, labdavezetésből igyekszik kosarakat szerezni, vagy elzárás leválásból. Ezekből mondjuk meg is él egyelőre bőven Armwood. Miénk pedig inkább pozíciós játékot próbálnak a három magas emberrel. És tény is való, hogy inkább faltok árán tudják csak ezt megakadályozni a vendégek. Spicának jó mind a 2 büntetője, 22-18.
Lilov. Befordul Lilov, Tan gyönyörűen vérekezik. Egyelőre Lilovot abszolút ki tudjuk kapcsolni a játékból, pedig ő azért kulcsember, bármikor benne van, hogy ő dob egy 30-ast az élvonalban. Farkas rámeri a triplát, ő azt tudja, nem jó a dobás. És azért a debreceniek is bőven rontanak távoli dobásokat, az elején bement nekik azért néhány, közben egy támadóiba. Spica ellen. Visszajön közben Ivosev, Evenst váltja. Molnár. Molnár András még a labdával, Lilov. Most ott marad Ivosevvel, de nem indul el mellette. Farkas egy nagyon nehéz dobás, de bedobja a Farkas. 22-20. Igaz, hogy nagyjából 3 perc ezelőtt már megegyeztek abban a vendégek, hogy Farkas lejön, hiszen 3 személyi baj van, de végül pályán maradt, és úgy tűnik, hogy ez volt a jó döntés. Ugye a védekezés váltás is segít ebben. Spica egy horogdobás gyönyörű. 24-20. Molnár bent van. Ezekből a befutásokból rendszerint eredményesek. És egy technikai hiba közben. Molnár kap technikait török játékvezetőtől. Azt mutatja, hogy reklamálásért. Vendégek csapatkapitánya. Valószínűleg az előbbi szituációnál reklamálatot vagy szólhatott oda, hogy a plusz egyért. És most ilyenkor azért figyelni kell pont, amit említettem Molnárnak, ugye akár egy sportszeretlenébe a kizárást jelenthet. Hock. Spica. Endline. Rá zuhant Armwood. És ez megint 2 dobás lehet, mert ez volt az 5. személyibája a vendégeknek, Armwoodnak pedig a második. Bent az első. Ugye miénknél és a vendégeknél is vannak hiányzók, nálunk továbbra is Maródi a bokájával, Papp Péter sajnos, rá még továbbra sem számíthatunk, hogy az első 2 forduló óta bajlódik sérüléssel. A túloldalon pedig hiányzik Bognár Kristóf, aki ugye a Falkótól érkezett, és az első mérkőzés követően már súlyos bokasérülése volt. Handley robog végig, és egy gyönyörű védekezés után ott az ittszer 29-22. 7 pontra nő a KKK előny, az eddig legnagyobb különbség. Somogyi részről időt is kérnek a vendégek. Thank you.
folytatódik tehát a mérkőzés Debrecen időkérdést követően. Még 4,5 perc a hátra levő idő az első fél időből. Farkas dobása nem jó. Dan. Eldobja a középtávolit, ez sem jó. Handlein pedig leszedi 3 ember között a támadó lepattanót. Handlein egyelőre 11 pont és 5 lepattanóval áll. Egészen extra. Ivasev. Jól segített be Farkas. Pizza 1 másodperc, lejárt az idő. Elsőre el kellett volna dobni. Tehát nyilván ezt ő is tudja most már. És 9-ből 0 a tripla mutató a miénknél. Hazai pályán ez egészen döbbenetes. És sajnos azt kell mondani, hogy nem az első alkalom az idei szezonban, hiszen volt már ilyen. De aztán megtört a jég. Hozzáteszem, hogy a vendégek egyelőre 11-ből 1-jel állnak. Hát az sem sokkal jobb mutató. Ugye Molnár dobott egyedül triplát eddig, Velkei. Hát ő például egyelőre 4-0-val áll távolról. Lilov. Jones. Öt másodperc már csak támadó időből. Jones most indul el. Nem jó dobás. Berényi Sándor folyamatosan reklamál, most beleértek a dobásba. Ivasev. Megveri Farkast, a Starboot kioszti az ötödik blokkot. Nagyon lassan csinálta ezt most Ivasev. Lilov, az viszont szabálytalan, így van. Dobhat kettőt majd Iván Lilov. Nagyon érdekes, hogy most azt reklamálják a vendégek, hogy miért nem mutatták Spicának, hogy a legközelebb hasonló szituáción a technikait kap. Hozzáteszem, hogy ilyen a túloldalon is volt egy, és most jön török játékvezető mondani a kispadnak, hogy majd ilyen szituációnál majd technikai hibát adnak. Érdekes, akkor nem háborodtak fel a vendégek, mikor a túloldalon dobta hanyat magát. Egy debreceni játékos. Ott sem figyelmeztették őket a játékvezetők. Lilov minden esetre már 3 pontos ezzel. Bent a második is. 29-24, és Fekete Ádám kéri ki első idejét az összecsapáson. Dan hozhatja a labdát a kaposvári időkérést követően. Ivasev. Ugye mondtam, hogy Lilov azért most már 4 pontos, de többnyire sikerül kikapcsolni a játékból. Ugyanez azért nálunk is elmondható például Ivasevről, aki abszolút nincs hatása egyelőre a játékra. Handleinek pedig ez a triplája nem ment be, úgyhogy 10-0-val állunk triplával.
két csapat pedig összesen így aztán most már összehoz egy 22-ből egyet. Ez döbbenetesen kevés, egy rossz mutató. Armwood bedobja ezt is. Hát ezeket tudja nagyon jól Armwood. És meg is csinálja. 9.3 lepattanó, 5 blokk egyelőre. Spica kérné bent. 3 másodperc, így van. Háromszor is megvolt a lehetőség, hogy be lehet adni neki a labdát. Nem adtuk be. Így aztán eladott labda újra. A 9. eladott labda, úgyhogy 10-0 büntetőmutató. És még egyelőre így is vezetünk 3 ponttal. Armwood, de megint hátradőlős tempó, így van. És ezt is bedobja Armwood. Egy pontra zárkózik a Debrecen Armwood vezetésével. Handlein. Hát kéne törni a triplán ezt a mutatót, mert így a palánk alatt sem jut hely igazán a magas embereknek. Spica gyönyörűen és falttal együtt ezt óriási rutinnal csinálta. Spica, a lefordulás is tanítani való volt, utána pedig elugrasztotta Armwoodot. Egyébként ezt mondtam az első negyedben is, hogy látható, hogy a blokkokra megy Armwood, tehát nem is áll rosszul ebben, de el lehet ugrasztani bizony ilyen szituációban, mert el fog ugrani. Bent a büntető is Spicának. 11 pontos Spica, utoléri Handleint ezzel. Közben pályán hármassal Opre Roland, 20 esztendős magas ember a vendégeknek, Lilov. Ott a tripla Liloftól. Erről beszéltem, és ez veszélyes fegyver tud lenni, mert Lilov elkapja a fonalat, akkor akár egymaga el tud dönteni mérkőzést. 32-31. Dan. Handleinek, nagyon rossz labda. Könnyedén hozta el Opre. Lilov mutatja mindenkinek, hogy menjen. Lilov megnyílik az út előtte simán, és nem megy be az ittszer, ezt most megúsztuk, mert Baki odaütött, lopat kettőt Lilov. Most pedig Armwood jön le a pályáról. 3 faltja van ugye Gerald Armwoodnak, az előbbi szituációnál kapta, jön helyette Lajsz 41-essel. Ezt is ritkán láthatjuk, de megremegett most Lilov keze, kihagyta az első büntetőt. Idén 15 pontot átlagol Lilov, tavaly 20,2 volt az átlag a Szedeákban. Második büntetője jó, ezzel 32-32, úgyhogy Fekete Ádám időt kért.
miénk hozhatják a labdát, Fekete Ádám időkérését követően 40 másodperc van még hátra a játékrészből, úgyhogy mindenképpen lesz még ideje visszatámadni a vendégeknek. Visszajött közben Evans a pályára. Dan, Evans. Közelebb viszi Evans. Na, ez most bent van. 34-32, Evans hatodik pontja. És maradék 19 és fél másodperce pedig a vendégek kérnek időt. Egyelőre lemásolja az első játékrészt a két csapat, ez is 17-16 a mieinknek. 9-essel Bogdan Benedek a pályán a mieinknél, ugye nehogy valamelyik éppen kezdőjátékos üssön be esetleg egy fölösleges faltot. Lilov, Bogdan segít be, Lilov pedig be csempészi, és nincs már idő visszatámadni, úgyhogy 34-34 egál, tehát az első fél időt követően a kaposvári KK. Deac összecsapás, hát nem játszik jól egyik együttes sem. Várjuk a jobb folytatást a második fél időben. ...34-34-es állásról folytatódik, tehát a kaposvári KK Deac mérkőzés. Ivosev, nincs meg a kaposvári tripla, nincs meg tehát az első három pontos továbbra se. Hát 11-ből nullával áll a KKK, és éppen azt beszéltük itt ugye a fél időben, hogy a legutóbb a Jászberény elleni mérkőzésen is hasonló volt a mutató, akkor 11-ből nulla után, ahogy most állunk, akkor született meg az első hármas, akkor Papp Péter dobta, hát ő ma nem fogja, az biztos, ugye sérülés miatt hiányzik. Ivosev, Spica. Ivosev is pont nélkül egyelőre. Spica bedobja. Spica 13 pontos, ő a mezőny legeredményesebb játékosa ezzel. A fél időben ő mellette Handlein, illetve Armwood 11 ponttal. Azt beszéltük még itt, hogy Armwoodnak akár az ilyen fél időt hozna a második játékrészben is. Közben Dan tempója 38-34, akkor bizony kinézze neki akár egy tripla-dupla, de nem a szokványos módon, hanem a pont lepattanó blokkmutatóban, hiszen az első fél időben 11 pont, 4 lepattanó és 5 blokk volt a mérlege. Az pedig egy szabálytalanság, méghozzá Handlein az elkövető. Tény és valahogy egyébként, hogy az első fél időben a faltok száma azért az mindenképpen kedvező volt a miénknek számára, legalábbis az aránya. Ugye 6 személyibája volt a miénknek és 11 a vendégeknek, de az is hozzátartozik ehhez, hogy ahogy már említettem, a palánk alatt azért mindenképpen falt árán is próbálták megakadályozni a miénket. Evans dobása nem jó. Evans sem dob igazán jól. Molnár, ott a tripla újra, debreceni részről.
A vendégek sem dobják jól a három pontosokat, jelenleg 15-ből 3 a Lárnai, de hát akkor is dobtak már 3-3-ast, Molnár szám szerint 2-t, 8 pontos ezzel rutinos bedobó Ivosev. Spica, és nem vállalt el, Ivosev eldobja a triplát, hát ez egészen ütemtelen volt, várható volt, hogy ez nem fog bemenni. Jones simán bemegy és faltolja Ivosev. Jones dobhat tehát 2 büntetőt, Ivosevnek a harmadik személyhibája. Összesen van egyébként, ha jól számolom, 8 személyhibánk, és abból 3 most már Ivosev neve mögött. Jones tehát 2 büntetőt dobhat. Ő 2 ponttal állt az első félidő végén, de volt 4 gólpassza az amerikai irányítónak. És ezzel megint egyenlő az állás, sőt, hosszú idő után újra vezethetnek a vendégek. A Jones értékesíti a másodikat is. Már pedig bedobja, 38-39. Rögtön egy csere a mieinknél, Ivosev helyére érkezik Baki. Hát Ivosev ma formán kívül játszik eléggé, úgy, hogy azért az idei szezonban nagyjából eddig kiegyenlítetten jól játszott. Ugye Mavcelen idegenben mérkőzésre nem mentek annyira a dobás, de úgysem játszott rosszul. Micsoda passz volt közben Spicától, 40-39. Gyönyörű meglátás volt, ugye Márko Spica az NB1 egyik legjobb gólpasszadója centerként. Ilyen jó 6-os gólpassz átlaga van Spicának. Farkas eldobja távolról, úgy erőszeretettel vállalkozik onnan, de most kimaradt. Hozzáteszem, hogy a mérkőzés előtt, mikor néztem a statisztikáit a vendégeknek, nincs meg az újabb kísérletből sem a kaposvári hármas. Ugye Farkas azért gyakorta vállalkozik triplával, és ott most egy dupla. Farkastól 40-41. Na szóval gondolatmenetet befejezve, idén egyelőre 12-0-val állt Farkas triplával. Spica, Baki. Spica, középtávoli, hát ez pedig ő eddig majdnem hibátlanul dobálta. Jones robog végig, nem jó. És indul a túloldalon Baki, és megvan az első Baki kosár a 2017-18-as idényben, 42-41. Molnár. Farkas újabb tripla a sarokból, ez sem jó. Dan, Baki, elindul a dobócsel után, Dan, Spit, aj, és Hendlen harmadszorra sem nem sikerült most ezt befejezni. Egyelőre eszméletlen nagy rohanás a pályán, Lilov talál be, 42-43, és rengeteg a hiba mindkét oldalon. Közönségre nagy panasz nem lehet a mai összecsapáson sem. Igyekeznek a csapatot hajtani, de nem kapott ki, nem kapott el jó formát a mai napon a KKK. És ráadásul triplával megint nagyon-nagyon szenvedünk. Dan, nem jó, és roboghat a Deac. Jones, Arnwood már kérte volna. Túloldalon Farkas, Lilov maradt teljesen üresen. Oly, és óriási homály Lilovtól. Hát erre nem számított szerintem senki. Túl sokáig maradt talán üresen Lilov. Dan. Handlein. Spica kérné megint a palánk alatt. Baki. Handlein, 10 másodperc még. Oly, de nagy labda! Spica! Hát a Handline Spica összjáték az továbbra is működik.
de azt hiszem egyértelmű, hogy a mai meccsen sem fogjuk parádézva megverni a Debrecent, ha egyáltalán megverjük. Nagyon masszív csapat ez az újonc Deac. Ráadásul elrontjuk Hendlein óriási blokkja után. Leindítás Jones. Simán beviszi Jones. 44-45. Ez a nagy rohanás, azt kell mondanom, hogy nem nekünk kedvez. Dan, ez sem jó. Egészen hihetetlen. 14-ből 0-3-as. Molnár ellépte. Fölvette már a labdát, aztán végén nem tudott kinek passzolni. Cserék mindkét oldalon, Molnár helyett érkezik Velkei. Nálunk pedig most Chris Dunn kap pihenőt, és jön vissza Ivasev. De Dunnál ez a pihenő, ez nagyon nagy ritkaság, nagy kincs, hiszen gyakorlatilag a idei szezont majdhogy nem végigjátszotta Chris Dunn eddig. Hendlein, Farkas, és az így lépéshiba. Bencz úr Tamás játékvezető mutatja, hogy benne volt végig, Hendlein kezében a labda. Ha így volt, akkor pedig természetesen ez lépéshiba. Jones. Spica jól segít be, Farkas. Ez sem megy be Farkas Attilának. Baki. Közelebb viszi Baki, és aztán eladja a labdát. Lilov pedig már a túloldalon, 44-47. Jön is a menetrendszer időkérés Fekete Ádámtól. Nagyon-nagyon akadozik a KKK játéka, és egyelőre szenvedünk. A Deac pedig jól kihasználja a hibákat. Innen folytatjuk. Három pontos debreceni vezetés, tehát nyilván semmi nem dőlt el a meccsen, de azt hiszem várható, hogy innentől már nagyon nehéz lesz, ha eddig nem volt az. Spica, ez most bemegy. 46-47. Spica 17. pontja, továbbra is ő a mezőny legeredményesebbje, Lilov. Hendleinen maradott. Velkei. Majdnem elhagyja a labdát Velkei, aztán dob egy nehezet. Evans pedig lepattanót leszedi. Aztán elhagyja a labdát. 3-2 ellen Lilov. Ott a kosár. 46-49. Nagyon-nagyon hektikus a játék a Evansnek is. 6 pontja van mindössze, de leszedett mondjuk 10 lepattanót, ami extra, de van 3 eladott labdája neki is. Hendlein. Ivasev. Nincs meg az első Ivasev kosár sem. Hát így nehéz lesz. Azt be kell látni. Majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy eddig talán az idény leggyengébb játékát nyújtja a kaposvári csapat, még úgy is, hogy
Szombathelyen ugye 24 ponttal szenvedtünk vereséget, de néhány ideig még ott is azért volt esélyünk. Spica védekezett szenzációsan Farkas ellen. Spica Velkei állítja meg. És ez aztán bőven belefért, mert ahogy mondtam, olyan eszetlen rohanás volt ebben az egész játékrészben, hogy úgyhogy 1 perc 27 másodperc van hátra, mindössze a harmadik faltja volt a két csapatnak ebben a negyedben. Két kaposvári falt, mert ez volt az első debreceni személyében az egész negyedben. De még egyszer mondom, tulajdonképpen nem állt meg a játék egész negyedben. József, Spica. Gyönyörű. Spica viszi a hátán a KKK-t. 19 pontos. Jones. Lilov. Ketten rontanak ki rá, Lilov, az lökés. És erre most kettő dobást ítélnek. Ennyi erővel talán annyit szabad megjegyezni a túloldalon, és akkor Spicánál felvette a labdát. Lehetett volna talán ítélni, de nem hiszem, hogy ez befolyásolja majd a mérkőzést. Armwood jön le, és érdekes, hogy Armwood itt a harmadik negyedben nem volt igazán hatással a játékra. Nem is nagyon volt egyáltalán nála a labda. Azok után, hogy az első fél időben egyértelműen ő volt a vendégek legjobbja. Lilov pedig elront egy újabb büntetőt. Nem dobják jól a büntetőket a vendégek ma. Ből 7-et dobtak be eddig. Handline-t lepi meg egy kicsit Dunn ezzel a passzal. Majdnem ellopta Lilov, Spica, újabb Spica kosár. 50-50. Szép játék volt most ez, Evans pedig jól játszotta meg Márkó Spicát. Kósa. Evans védekezett jól, Velkei. 5 másodperc még, Velkei. És ezzel megvan Evans 12. lepattanója. 10 másodperc még, ezt végig támadhatjuk. Spica, Ivosev, na! Ott az ipra! Hát stílszerűen az első triplát úgy dobja, és bent a tripla. Azt a mindenit, mekkora hármas Jones-tól. Az igen. És még akartam is mondani, hogy Evans föltette a kezét, hogy hát ez úgysem egybe. De aztán bement. Úgyhogy 53-53, így jön az utolsó negyed. Hát nem hétköznapi módon ért véget a harmadik játékrész. Azok után, hogy végre megszületett az első kaposvári tripla 15 kísérletből. Sivosev is megszerezte első pontjait. A Jones távoli, az nagyon nagy dobás volt. És bőven időn belül Lilov. Nem jó. Spicálja lepattanó. A vendégek is azért 22-4 állnak triplával. Ez sem túl jó mutató. Spica, Ivosev, az nem jó, Farkasé a lepattanó. Kósa, 10 másodperc a támadó, ezt eldobja Kósa és bedobja. Azt hiszem, hogy alaposan meglepte Endlein-t ezzel a triplával, az 5. debreceni 3-as. Nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy itt a negyed elején nehogy meglépjen a vendég együttes. Spica megveri Armwoodot.
A Spitzára lehet ma számítani. 23 pontos, úgyhogy az egész csapat dobott 55-öt. Rajta kívül Handlein 10 pont fölött, és utána egy komoly csend. Kósa. Ez most hosszú, és Handlein leszedi a lepattanót. Felkei odavert egy nagyot. Van. Azt be kell dobni. Bent is van. Ez a kabinet alakítása Chris Dunnnak. Ezek a középtávoliak. Ezt már 5 éve is rendszeresen megjátszották Spicával. 57-56-nál Berényi Sándor kér időt. Egy pontos kaposvári vezetés, de még nagyon-nagyon sok van hátra, több mint 8 perc. A mieink egyébként majd jövő vasárnap Zalaegerszegen játszanak egy késő esti meccset, este 7:30-kor. Legközelebb hazai pályán pedig rá 6 napra a Pécset fogadjuk majd a rangadón. Farkas. Ezt bedobja most Farkas. 57-59. Farkas első triplája a szezonban, eddig 16-ból nullával állt. Dan. Evans. Nehéz dobás. Handlein pedig nem tudja visszaütni. És ott az újabb tripla. Két debreceni hármas, és pont megvan az, amiről beszéltem. Hogy ezt kellene elkerülni. 5 ponttal vezet a Debrecen, pedig a mai meccsen ez tulajdonképpen már-már tetemes előnynek számít. Okosan játszik a debreceni csapat, most is beütötték a faltot, amit be kellett. És hozzáteszem, hogy ők sem játszanak nagyon-nagyon jól, de egyelőre nem is igaz, hogy jól tartják magukat, nem vezetnek. Támadó hibát ítérnek Ivosev ellen. Lehet rajta vitatkozni, de nem érdemes. Így újabb eladott labda. Ivosev amúgy sem játszik jól a mai napon, nem igazán érzi a játékot. Spica kap egy kis pihenőt, visszajön Baki. Ivosevnek az ott a negyedik személyhibája egyébként. Mondanám, hogy egy ritmusváltás kellene. Talán egy-egy olyan kosár lehetne az, ami felrázná mieinket, és az a negyed végi Ivasev tripla lehetett volna az, de helyett jött egy Jones demoralizáló hármas, ami úgy tűnik, hogy inkább a vendégeket rázta föl nyilván. Baki. És nem szédül be. Jones. Hámbult. És ez sem megy be most. Nem, nem és nem. Egyszerűen nem mennek be a távoli dobások. 17-ből 1. És így bizony egyértelmű, nagyon-nagyon nehéz bent a palánk alatt is játszani, hiszen nyugodtan behúzódhatnak a vendégek. Armwood, szerencsére ő most
második félidőben azért nem találja ezeket a dobásokat. Lilov jön vissza Kósa helyett. 4 perc eltelt az utolsó negyedből, és 5 ponttal vezetnek a vendégek. Dan. Farnwood 6. blokkja, és mehet a túloldalon. És az plusz 1, és nagyon-nagyon megúsztuk ezt most. És Fekete Ádám azt gondolom, hogy joggal kér időt, 5 perc 41-jel a vége előtt, 5 ponttal levezet a Debrecen. Farnwood dobhat tehát 2 büntetőt Fekete Ádám időkérése után, és akár 7 ponttal is vezethet majd a debreceni együttes. Az amerikai center bedobja a büntetőket. Őszintén szólva, egy 18-1-es tripla mutatóval, hazai pályán egy 18-1-es tripla mutatóval nem lehet meccset nyerni. És bent mindkét büntető, 7 pont a különbség. Nagyon-nagyon gyorsan össze kell kapnia magát a KKK-nak, mert egyelőre egyértelmű a debreceni csapat előnye, az a 7 pont, bár nem tűnik soknak, és még van idő, ha bőven hátra, de játék képe alapján egyértelműen jobbak a vendégek most. Újabb eladott labda. Megpróbáljuk ott bent dugdozni a labdát, Armwood, ott az újabb kosár, 9 pont a különbség. Majdnem eladjuk, Armwood pedig szabálytalankodik, vérszemet kaptak a vendégek. Kilenc pont a különbség, 5 perc, 10 másodperc. És ugye nagyon-nagyon rosszul dobjuk a triplát, és már sokatszor mondta, nem akarom ezt már ismételni, hogy így a palánk alatt is mennyivel nehezebb, de ugye emellett még ott van a 14 eladott labda is, amely borzasztóan sok. Főleg, hogy a vendégeknek van 8, Spica megint ott a 15-dik. És igazából egész meccsen ez van, hogy jobbnál is jobb helyzetet próbálunk kialakítani, miközben távolra nem mennek a dobások, teljesen fölösleges kijátszani a labdát. Farkas. És ugye ilyenkor pontosan ez van. 57-69. És 4 perc 43 másodperccel a vége előtt 12 ponttal vezet az újonc Debrecen Kaposváron, úgyhogy Fekete Ádám kikéri utolsó idejét ebben a negyedben.
Hát nyugodtan jegyezzük meg, hogy innen, ha megnyeri a KKK a meccset, az óriási bravúr. Hiszen 12 pont a különbség, és eddig dobott 50, tehát a csapat Baki közelebb viszi. Ez sem megy be, és hihetetlen, hogy nincs is szerencsénk se ott most már. Jones. Nyilván most már nem fog kapkodni a vendégegyüttes. Armwood. Jó a besegítés. Lilov. Eladja a labdát Lilov. 3-2 ellen. Visszaér Velkei. Ivosev. Kimarad ez is. Spica besegít. 59-69. Láttunk már ilyet nem egyszer, nem kétszer, az utóbbi néhány évben is, tehát nem kell túlságosan messze visszamennünk. PVSK ellen például háromszor is nyertünk rövid idő alatt, 20 pontos hátrányból, úgyhogy még néhány perc a vége előtt is komoly előnyben voltak a vendégek. Nem megy be most Velkei triplája. Vissza kell jönni 10 ponton belülre. Dan. Baki. Ivosev eldobja a triplát. Bedobja Ivosev! Azt a mindenit! Húha! 62-69, a második kaposvári tripla. A vendégek kértek időt. Három perc, 25 másodperc maradt még hátra a meccsből. 7 pont a különbség. De nem olyan rég, még 12 volt. De még ez így is nagy távolság, de még mindig van idő. Molnár visszajött közben ő, Velkei helyett. Kezdő csapat tehát a pályán. Debrecennél Armwood elugrasztja Endleint. Bedobja így az utolsó pillanatban. 62-71. Ez most nagyon-nagyon nem hiányzott. Akár döntő fontosságú lehet. Dan, ott a gyors kosár. Tehetjük nyugodtan fel a kérdést, hogyha így tudunk támadásban játszani, akkor eddig vajon miért nem sikerült? Hiszen látható, hogy most tudunk kosarat szerezni, úgyhogy nagyjából 35 percig egyáltalán nem sikerült. Igazán könnyű kosarat nem is nagyon tudtunk szerezni, a távoliak nem mentek be. Jones. Molnár marad üresen, de nem kap jó labdát. Lilov, az nehéz dobás. Handline pedig el tudta ütni a labdát. Dan. Gyönyörűen cikáz végig Dan, de aztán majdhogy nem homály dob. Lehet, hogy tényleg az dobott zicserből, Lilov pedig rutinosan megáll. És törölni kell, megállították a játékvezetők, hiszen Handlein esett el előbb, és hát ez most megint az utóbbi egy perc, ami eltelt itt időkérés óta, az Debrecennek jött ki jól, hiszen nem született kosár egyik oldalon sem. Kettő percen belül leszünk hamarosan, és még mindig 7 pont a Deac előnye. Armwood maradt üresen, de most nem adták oda neki a labdát. Lilov. Inkább az idővel játszik Debrecen. Lilov, Farkas, dobott már 2-3-ast Farkas.
Ez most nem jó, Dán pedig odaüti Ivasevnek. Kosarat kell dobni. Ivasev. Molnár visszarántja, ő nem érti. Lehet ez még mindig csak a negyedik csapat faltja, de Acnak harmadik Molnár falt. Egy perc, 56 másodperc. Baki. Spica. Kicsúszik a kezéből a labda, hála Istennek Molnár nem tudja összeszedni. Visszajön Evans a pályára, méghozzá Baki helyére. Evansben nem volt ma pont, de most a végén nagyon-nagyon kellene tőle. Nagyon kellene a tripla is, vagy bármi. Evans, 6 másodperc, Dan. Nagyon rossz dobás volt, és nem akarom elkiabálni, de ha most kosarat szerez a Debrecen, akkor szerintem nem is kiabálom el, mert akkor onnan már nincs visszaút. Jones. Molnár eldobja a triplát, Molnár. És Jones leszedi a támadó lepatot. Ez majd, hogy nem még jobb is, mint ha bement volna kis túlzással a Debrecennek. Lilov. Molnár, Farkas. 2 másodperc. Jones, ez még időben van. Nem jó. Dan. 1 perc van hátra. 7 pont. Dan. Spica. Falttal együtt. 66-71. Lilov volt szabálytalan, a második személyhibája. Negyedik debreceni falt. Hozzá kell tenni, hogy Spicának ez egy klasszikus kiharcolt falt volt. De hát itt egész egyszerűen másra nem nagyon volt esélyünk, hogyha nem 3 pontos akció a vége. 58 másodperc van még hátra. Spica dobhat tehát még egy büntetőt, közben a pályán kellett törölni. Nagyon kell a büntető Spicától. Ha már a nehezét megcsinálta. És beszédül ez is. 67-71. Spica 28 pontos. Armwood. Jones. Van még csapatfaltunk, ha úgy alakul. Armwood. Beront Armwood. Farkas. Molnár. 3 másodperc. Lilov. Bedobja Lilov, és ezzel megnyeri a Deaca meccset. 67-74. Az utolsó másodpercben bedobta Lilov. Jones pedig faltól. Ez még 2 dobás, de hát 30 másodperc van hátra, 7 pont a különbség. Hát ez a tripla kegyelem döfés volt, ha utolsó pillanatban ez nem esik be, akkor még lett volna esély bőven, 4 pontos különbségnél, de így 7 pont mínusz 30 másodperc, ráadásul csak 2 csapatfaltunk van, tehát még faltolgatni sem nagyon lehet, mert azzal is csak rengeteg idő elmegy. Dunnest bedobja mindkettőt, 69-74, ott az egyik falt, ez még mindig csak ugye a harmadik, ráadásul Ivasevnek ezzel véget ér a mérkőzés, 6 ponttal zárja a meccset Ivasev. 2 triplát dobott az egész összecsapáson, ezen kívül más nem. Lilov, faltolni kellett volna. Így viszont, igen, jogos. Mutatja is Baki, hogy faltolni kellene. Hát legalábbis megpróbálni labdát szerezni, aztán falt is jó most, de ez már a veszett fejszennyel, ezt ismerjük el. Oh, és majdnem sikerül labdát szerezni. Ez megint most igazából a Debrecennek jó így, hogy se labdaszerzés sincs, se falt nincs. 23 másodperc hátra levő idő. Igazából csak labdaszerzéssel lehetne, és már nagyon mit csinálni. Lilov. Baki
faltolja 21 másodperccel a vége előtt, 5 pontos különbségnél. Hát most még mindig kell ugye egy falt, nem sikerült Armwoodot lefaltolni, csak Jones-t. Úgyhogy most jött a kettő büntető, méghozzá Jones dobhat majd kettőt. Ő eddig mai napon kettőből kettőt bedobott. És 69%-kal dobja eddig a bajnokságban a büntetőket, tehát nem számít extrán dobó büntetőző játékosnak, de hát akár egybe megy, már az is bőven elég a Debrecennek. Zárójelben majd, hogy nem, még mindig egy kihagyta volna, még az is talán belefért volna a Deacnak. Másodikat kihagyja, 6 pont, gyors 3-as kellene. Dan. Nem megy be, esélytelen volt igazából a dobás. Már faltolni is, egyébként teljesen fölösleges. Molnár, 5 másodperc, megnyeri a Deac a mérkőzést, és teszi ezt teljesen megérdemelten. 75-69, 6 pont, egy nagyon-nagyon gyengén kosárlabdázó kaposvári KK-t láthattunk. Azt követően, hogy szenzációsan játszott eddig a bajnokságban a csapat, de most Zsinórban 2 vereség. Talán elfáradtak a fiúk, vagy nem tudom, mi lett a probléma, nyilván erre majd rá kell jönni Fekete Ádáméknak. A héten, ugye vasárnap Zalaegerszegen lépünk pályára. Hát 22-2-es tripla mutatót hozott a KKK a mai napon itt hazai pályán. Ez azt gondolom, hogy nem ér győzelmet sehol. Nem is érdemelte meg mai napon a csapat, nem úgy a debreceniek, akik joggal örülhetnek. Megnyerték tehát negyedik összecsapásukat a bajnokságban, miénk pedig 4-2-es mérlegre rontották ezzel helyzetüket. Még egyszer, tehát a végeredmény kaposvári KK, Deac 69-75. Én ezzel Kontra Gergely operatőr kolléga nevében is megköszönöm figyelmüket. Nyájfölő Pétert hallották, viszont hallásra, viszont pázásra.